Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége Verez Zoltán plébános. Köszöntöm itt a stúdióban. Kedves csokolom, én is köszöntöm a kedves tévénézőket is. Plébános úr, a falsangi időszak végeztével a végén február 10-én került megrendezésre itt Karcagon az első keresztény bál. Erről beszélgessünk egy kicsit. Hogyan értékelte ezt a bált? Hogyan sikerült ez az este? Hát még túl kevés idő telt el, hogy igazából értékelje az ember, de azt gondolom, hogy alapvetően az első visszajelzések alapján, meg a részvételen is ugye azt tapasztaltuk, hogy nagyon jól sikerült rendezvény volt. Láttuk a képeket, illetve akik ott voltak, azok érezhették is, hogy nagyon sokan mentek el erre a bálra. Igen, a nagy várakozással volt mindenki, úgy gondolom, mert nem volt még ilyen. Ilyen nagy szabású, és hát először, amikor én megterveztem, és elmondtam a kollégáknak, meg ismerősöknek, mindenki kétkedve fogadta, amikor mondtam, hogy 300 főről indulunk. Kevesen hittek benne, hogy ez a létszám összejön. A 410-et szerintem még sokkal kevesebben szinte senki nem gondolta. Talán egy negyedül sejtettem, illetve még reméltem, hogy ez körülbelül ez a létszám összejöhet egy ilyen nagyszabású keresztény bálnál. Alapvetően, amit beszéltünk ugye előtte a célokról, hogy miért is van keresztény bál, mik az elgondolások, azt mondom, hogy a foglalkozás elérte a célját, alapvetően szokták mondani. A terv az volt, hogy kulturáltan, igényesen a megjelölt farsang időben, a farsang végezetével lezárva ugye ezt a farsang időszakot, mi keresztények is mutassunk például, hogy hogyan lehet igényesen és kulturáltan szorakozni. Én azt mondom, hogy ezt mindenki ezt érezte és tapasztalta, és ez tényleg így volt, hogy ezen a bálon az a 410 ember tényleg a Karcagon minden különböző társadalmi rétegből érkező vallású emberek voltak, akik ott jól érezték magukat, és az, ez volt a fő cél, ez volt a lényeg, hogy tényleg vidám volt mindenki, lelkes volt mindenki. Ahogyan szerveztük, azt éreztem, hogy mindenki támogat. És ez a legfontosabb, amit én ugye valakinek meg is fogalmaztam, hogyha ha alázatos munka van, és isteni áldás van rajta, akkor a támogatások is tényleg tömérdek módon jönnek is, hogy mindenki oda tette magát. Nyilván nem akarok kiemelni senkit, és mindenkinek köszönjük a támogatását, de úgy érződött, hogy a várostól, az egész városban mindenki úgy szurkolt ennek a történetnek, úgy gondolom. Tehát nem tapasztaltam azt, hogy valaki negatívan állt volna eleve hozzá. Tehát voltak kérdések, kérdőjelek, hogy ez a létszám összejövete, de alapvetően mindenki támogatólag állt hozzá, és tényleg olyan gazdasági szereplők jelentek meg, nem is fogalmas, hogy kik is oda is, és mindenki tényleg támogatta, és ezt nagyon köszönjük. Különösképpen úgy, hogy én ugye nem ismertem még annyira a közeget, hogy a Karcagon, hogy ki hogyan szokott egyáltalán itt kulturális témában részt venni, egyáltalán kikre lehet számítani. Szóval nagyon sok kérdés meg volt bennem, de azért határozott voltam abban, hogy ez meg kell, hogy valósuljon, és ez meg fog történni. Nagyon sokat, egyetlen egy csapatot emeljek ki, akiket ugye fölkértem, hogy létrehoztunk egy Bálba Babám operatív törzsnek neveztem el, egy kis tízfő csapatot, akik azért a munkának a dandárját vitték. Ugye én ugye kitaláltam a dolgokat, hogy mit kell csinálni, tehát ez közben azért nekem ezer más dolgom is volt, nyilván csomó mindent én letárgyaltam azért, de ugye az utolsó héten itthon sem voltam. Uh-huh. Ugye Albániában fociztam a papi válogatottal, és közben azért irányítottam a csapatot, de ők tényleg rengeteget dolgoztak, külön köszönhet nekik, mert ők tényleg rengeteget dolgoztak, de nagyon sokan tettek hozzá és segítették anyagiakkal, tombola felajánlásokkal, több érdekben jöttem tombola, nem is hívtak telefonon, hogy szeretnénk ajánlani, tehát nem is kellett kérni önként, és dalolva hoztam mindenkit. Úgyhogy én nagyon köszönöm, és bízom benne, hogy innéttől kezdve ennek a színvonalán nem fogunk tudni, nem kell, hogy engedjünk a színvonalból. Ugye az utóbbi időszak egyik legnagyobb létszámban megvalósuló rendezvénye volt ez. Mit jelent ez ön szerint, hogy ilyen sokan vettek részt ebben a bálban? Van-e ennek valamilyen mondani valója? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a közösségnek, ugye ezt a Varga Mihály miniszter úr is mondta ugye a beszédében, hogy a közösségeknek a megmaradása az akkor lehetséges, hogyha összetartanak, és vannak olyan rendezvények, ahol ugye összejönnek az emberek. De én azt gondolom, azt mutatja, hogy van igény közösségi együttlétre. Van igény arra, hogy
akár azt mondom, hogy keresztény jelző, vagy keresztény felirat alatt is összejövünk együtt találkozni. Mert itt igazából nem a, úgymond, a buli, a bál, a tánc a lényeg, mert nyilván ezek kellenek, szükségesek hozzá, hanem az, hogy az emberek találkoztak. Jó volt látni, hogy az emberek mindenki egymás felé fordult, és beszélgette közben italozás mellett, de hogy nem láttam igazából, hogy komolyabb alkoholos befolyásoltság alatt lévő embert egész bál alatt a 410 ember közül. Szóval mondom, hogy ezek olyan fontos, hogy mindenki vidám volt, mindenki boldog volt, a találkozás ünnepe volt számomra, én ezt tapasztaltam, és erre van igény, azt gondolom, itt is. Hát akkor bízunk benne, hogy ebből hagyomány lesz itt Karcagon, és majd a sokadéki keresztény bárról is itt ülünk, majd is beszélgetünk. Reménykedjük. Egyébként ezt tervezi minden évben meg. Így van, így van. Úgy eleve így indult, hogy a hagyományteremtő szándékkal. Vége a báli időszaknak, vége a farsangi időszaknak, és a múlt héten, ha jól tudom, szerdán, hamvazó szerdán megkezdődött a böjti időszak. Mit jelent ez a böjti időszak, milyen szokások kapcsolódnak hozzá, illetve az egyházban milyen liturgiája van ennek? Igen, hát ugye a húshagyó keddel véget ér a farsang, és hamvazó szerdával meg elindul a nagybőjt 40 napja, ami a vasárnapokat ugye kivéve pont 40 nap lesz valóban húsvétig, és hamvazó szerdával egy egészen új időszak van az ember, az egyháznak az életében. Nagyon fontos a ciklikusság, ugye, hogy minden megvan maga ideje. Többször emlegetjük, hogy a bálnak is visszatérve még egy mondat erejük, hogy a Prédikátor könyvéből vettük, hogy ideje van a nevetésnek, ideje van a táncnak. És ideje van a böjtölésnek, ideje van az imádságnak. Tehát nyilvánvalóan, amikor egy olyan komolyabb, szigorúbb időszak, minden vallásban egyébként megfigyeljük, jelen van a böjt valamilyen formában. Ez, mint hogy mondhatnánk, hogy természetszerűen, mint az emberi testnek, ezt nyilván kimutatják most már az egészségügyi szakemberek is, hogy a testnek szüksége van időnként a böjtölésre, nagyon jót tesz a szervezetünknek, tehát nyilván ebből is ki lehet indulni alapvetően, de nyilván itt másról van szó az egyház és a vallásunk életében. Itt valami olyan fajta előkészületről beszélünk a nagybőjtben, ami a húsvétra, a kereszténység legnagyobb ünnepére akar felkészíteni. Ja, azzal kezdődik a vasárnap, nagybőjt első vasárnapjának a szentmisén felolvasott evangéliumi szakasz, hogy Jézus kivonul a pusztába 40 napra böjtölni, mielőtt megkezdené az úgynevezett megváltói működését. Tehát arra, hogy nagy feladatra felkészüljön, elvonul 40 napra. Ez a 40-es szám, ez nagyon jelen van a Szentírásban többször, ugye 40 évig volt a zsidó nép, vándorolt, 40 évig Mózes készült. Tehát nagyon, a 40-es szám egyfajta felkészült időszaknak a jelenlegi teljességnek a száma is. Tehát nagyon fontos időszaka nekünk, hogy egy kicsit álljunk meg. Álljunk meg, és igen, egyik nap még bulisztunk, farsang volt, ünnepeltünk, de most meghúztuk a vonalat, igen, elindulunk, és most kicsit meg kell állni. Időnként szüksége van az ember arra, hogy ebben a rohanásban, ebben a tempóban megálljon, és így befele figyeljen. Tehát nagybőjt nem, sokszor a kifejezés nem adja vissza azt, amit mi igazából az egyház is, meg a kereszténység gondol erről. Tehát nem itt az evésről kell elsősorban gondolkodni. Tehát nyilván most mindig szoktam mondani, hogy ezen is kéne valamit reformálnunk nekünk a vezetésnek, mert nagyon sok példa manapság már a vegán. Most a vegán hogy bőjtöl? Ő egyen húst? Pénteken? Mert ugye az a szabály még mindig a katolikus egyházban, hogy van két szigorú böjti nap, tehát a hamvazó szerda, a nagybőjtnek a kezdete, és a vége a nagypéntek. Nyilván Jézus halálára való emlékezés, meg vele közösséget, együttérzésünket kifejezve, hogy a nagypénteken szintén nem eszünk húst egyáltalán. Ezen a napon háromszor szabad étkezni, és egyszer lakunk jó. Ez egy ilyen régi ősi történet, valahogy próbálja szabályozni az egyház, segíteni abban, hogy hogyan próbáljuk meg valahogy visszafogni magunkat, hogy böjtöljünk. Na most nyilván is a nagybőjtnek a péntekein viszont kifejezetten a hús evés tilalma van a katolikus egyházban. És hát ilyenkor nincsenek már ugye mulatságok, nincsenek olyan zajos zenés tevékenységek. Hát jó lenne, hogy ebben a világ is kicsit próbálna odafigyelni, de hát még nagyon nehéz. Mondjuk az is igaz, hogy rövid volt most a farsang, tehát ez is nagyon nehéz a bálokat berendezni ugye abban az időszakban, de igen, ebben is jól szeretnénk kicsit példát adni, hogy ne legyen már bőjtben bál, ne csináljuk, mert az nem oda való.
Most nyilván persze nem mindenki vallásos, nem mindenki keresztény, tehát nyilván ebben nem tudunk beleszólni, csak inkább példát akarunk adni, meg segíteni, hogy jó, hogyha van egy időszak, ami fix, az mondjuk, ez a mi időszakunk, ez erről szól, most meg a bőjt időszaka van. Tehát a nagy bőjtöt kezdtünk, tehát hamazó szerdával, és ilyenkor van egy ilyen, mondhatni, hogy szinte már ilyen horrorisztikus jelenet a liturgiában, hogy a megszentelt hamut a pap az embernek a homlokára egy keresztet rajzolni, hogy emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel. Szóval ez olyan kicsit olyan drasztikusnak tűnik, hogy emlékezhet az egyház bennünk, hogy meg fogsz halni. De ugye ez azért van, hogy az ember tényleg egy kicsit alázatra nevelje, hogy állj meg az Isten előtt, mert te tényleg egy porszem vagy, egy hamu Isten, de Isten annyira szeret téged, hogy húsvétkor előtt nagypénteken meghal érted. És akkor azt fogja neked mondani húsvét reggel, emlékezz, mert fel fogsz támadni. Micsoda kontraszt. Tehát fontos, hogy először beismerjük a kicsinségünket, hogy megálljunk ott Isten előtt nagybőjt kezdettén is, és elinduljunk azon az úton, amelyen Jézus végigjárta. Ezért is ugye vannak a liturgiában, a nagybőjtben visszafogottság. Nincsen nem mindenkik a dicsőséget, például a szentmisében nincsen alleluiázás, hanem abban is visszafogottság van, hogy most kicsit visszafogjuk magunkat. De ott van például nagyon szép áltatosságunk, a keresztúti áltatosság, amit péntekenként szoktunk végezni közösségileg, meg egyénileg is, amikor a 14 stációban, ugye ismerjük nagyjából azért általában, mindenki ismeri, végigjárjuk Jézusnak a szenvedése útját. És ennek apropóján például van egy tervem, ami már azért, hogy virág vasárnap előtti szombaton egy városi keresztutat végzünk. Mégpedig olyan formában, hogy úgy hirdetem meg, vagy hirdetjük meg, hogy a várossal a nemzetért keresztútjárás gyalogosan a polgármester hivataltól a Kálváriáig kivonulunk, és kijelölünk 14 stációt, és egy állomásnál a város különböző pontján így, ezen az útvonalon mindig valaki más mond egy ilyen könyörgést, egy fohászt, egy imádságot, egy gondolatot azzal kapcsolatban, ami éppen az a stációhoz kerül, és ebben erre hát próbálunk megszólítani embereket, akik azért a városban esetleg jelentősebb személyek, tehát a polgármester már vállalta, hogy is fog mondani egy gondolatot. Tehát szóval azt jelenti, hogy a várossal közösen, akik szeretnének hogy azért egy fohászt, egy lépést tenni egyáltalán a várossal, az egész nemzetünkért, akkor azt tegyük meg, és ugye azért úgy átérezzük ennek, hogy az egész népünknek is a kálváriáját kicsit beletéve ebbe. Szóval azt mondom, nagyon sok gondolat van, amiért lehet felajánlani egy ilyen keresztúti járást, ami ugye Jézussal való együttérzésünk kifejezése, de egyben a saját Golgotánkat is meg akarjuk jeleníteni ott, és ugye az egész nemzeti egységünket is megélhetjük. Valaki itt is erre nagyon szép gondolat, hogy Magyar Kálvária, és ezt kicsit feldolgozva, ezt esetleg még kicsit kibővítve valósítanánk meg. Szóval én azt gondolom, hogy mindenben ott van az, hogy közösség, együtt az egész nagy közösségre megpróbáljuk kivetíteni ezt, hogy példát adjunk, hogy mutassunk. Nem nyomulni akarom, sokan azt mondják most, hogy ez a kis emberke, azt hiszem, hogy felborítja itt a világ. Nem akarom, csak szeretném, hogyha kilépnénk. Az egyháznak nem lehet a templomban csak ott megélni a kereszténységét. Hát Jézus sem ott volt a zsinagógában, oda is bement. De ment folyamatosan, mert van egy Zeffirelli Jézus film, hogy mindig azt mondta, hogy mindig megy. Jézus folyamatosan megy. Nagyon jó. Tehát, hogy állandóan megy, és megy, tovább megy. És mindig az emberek között van, és az embereket szólítja meg. Ez egy hátnak sincs más dolga. Nem lehet más dolga. Igen. Nem lehet a templom falai közé szólítani. Volt egy, amikor próbálták. Igen. Igen. Ez a kezdeményezés is nagyon jó ahhoz, hogy sok embert megszólítson, esetleg azokat is, akik nem járnak el a templomba, de egy ilyen alkalommal úgy érzik, hogy nekik ott a helyük is részt kell, hogy vegyenek rá. Bízunk benne, még hogyha csak kíváncsiskodó tömegként is ebben jelenik meg, akkor is örülünk neki, hogyha valamit tényleg lát és akar, hogy valami történik a városban, olyan, ami esetleg megszólíthat másokat. Tehát azt mondom, hogy lehetőséget föl kell kínálni. És annak örülünk, hogy ha 10-en, ha 20-an, ha 50-en, ne adj Isten, 200-an jönnek el egy ilyen együtt létre, ennek csak örülünk, mert akkor azt mondom, hogy valamit mégis megérte
a foglalkozás elérte a célját. Tehát igazából, de nem mondom, nincsenek ebben valaki, hogy mennyien leszünk. Mert nem mondok létszámot, nem mondok számot, nem ez a lényeg. Azon valamit teszünk, ami a közösségért van, egy imádság, hogyha ez valaki csatlakozik, ennek csak örülünk. Így van, és ez megmozgatja az embereket. Viszont benne. És jó helyre mozgatja meg az embereket. A lelki felkészülés után elérkezik húsvét. Hát igen, ez a szívem csücske, és ebben igazából a lényeg nekem a liturgia, és visszamegyünk a templomba. Tehát ez csak, hogy értse megint a kontraszt, nyilván fontos, vannak időszakok, amikor igen, van, amiben ki kell menni, ki kell menni az emberek menni, de van egy része, a liturgia, az, ami a húsvéti szent három nap, az azt tudok mondani, hogy az egész kereszténységnek a magja, az egész központi eseménye, amikor megünnepeljük a húsvéti misztériumot, Jézusnak a gyakorlatilag ugye a szenvedés, halála és feltámadása. Ez ami a megváltásunknak a csúcspontja. És ezt nagyon-nagyon szervezetten, felkészülten és ünnepélyesen szeretnénk megcsinálni. És ebben különösképpen a nagy szombat éjszakája az a csúcspont. A nagy csütörtökön már ugye délután elővételezzük ugye utolsó vacsora emlékét, és akkor megünnepeljük az eukarisztiának a születést, amit nálunk ugye az utolsó vacsora emlékére történt. Nagy pénteken akkor nincsen szent mise nálunk a templomban, olyankor az ugye azt, akkor Jézus halálát, kereszthalálát ünnepeljük, úgymond, és nagy szombaton meg egész nap csend van. Akkor nincsen liturgia, semmi. Akkor a Jézus sírjánál időzünk, és valóban akkor a templomok és a harangok is ugye azt szokták mondani, elmennek Rómába, tehát nincs harangozás, semmi, és akkor nagy szombat este a sötétség beállta után kezdjük el az ünnepélyes liturgiát. És ez egy csodálatos esemény a tűzszenteléssel, a húsvéti öröméneknek a felzengésével a templomba utána. Szóval a liturgia nagyon szépen elővetíti. De hát korábban mondom, már virágvasárnap elkezdjük az ünneplést, a barka szentelése megáldásával. Szóval annak is van már egy ilyen, Jeruzsálemből a bevonulásnak a kezdetét veszi a húsvéti öröm, felkészülés, és hát az egész időszak az már akkor olyan, hogy lelkileg már tényleg teljesen ott vagyunk, hogy rá vagyunk hangolva arra, hogy nagy szombat éjszakáján fellobban a feltámadás örömének a lánga, és akkor valami óriási felszabadultság az emberbe, és akkor tényleg örülünk, mert ez a kereszténységnek a legfőbb ünnepe. Sokszor azt mondjuk, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep. Nem, ez fontos helyre tenni, mert a karácsony nyilván nagyon fontos, mert akkor jön földre az Isten. De ha nem támad fel Jézus, akkor nincs értelme az egésznek. Itt valami olyan történik, ami az egész emberiségnek a történelmét megváltoztatta, meg a jövőjét. Hitet is reményt adott az embernek, hogy nincsen vége a halála az emberi létnek, hanem van örök élet, mert Jézus feltámadt. És nekünk is ezt akarja. Zoltán atya, köszönöm szépen a beszélgetést, és legyen ez a végszó, amit mondott, hogy hitet és reményt az emberiségnek, ami éltesse őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.